Géniusz Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával közös szervezésben 2018 őszén hirdette meg a tehetséggondozás a tudományok útján 30 órás képzését, mely 6 hónapon keresztül zajlott, tehát 2018 decemberétől 2019 májusáig. A 6 alkalom alatt 26 különböző előadó, 24 különféle szervezet képviseletében volt jelen a képzések során, ahol a kárpátaljai magyar fiatal diákok, egyetemisták, hallgatók számára előadásokat tartottak a különböző konferencia lehetőségekről, kutatóintézetekről, valamint ösztöndíjprogramokról, hallgatói és diák mobilitásról. Az ösztöndíjak között például bemutatkozásra került a Domus ösztöndíj, a Collegium Talentum, az új nemzetiségi kiválósági program és Erasmus program, nagyon sokféle, hiszen hál' Istennek a 21. században a diákok sok minden közül választhatnak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy nagyon sok konferencia lehetőséggel is megismerkedtettek, ahol a kutatásaikat be tudják mutatni, megmutatni azokat a munkákat, amit végeznek, és olyan kapcsolatrendszerek alakulhattak ki határon innen és határon túli kollégákkal, akik segítik az ifjú generációnak a továbbfejlődését, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kárpátaljai értelmiségi réteg minél szélesebb körül legyen, minél magasabb színvonalú legyen, és hogy különféle tudományágak terén képviseltessék magukat a nagyvilágban. Ehhez mi a Géniusz Jótékonysági Alapítványnál, a főiskolánál minden lehetőséget megragadunk, és azt gondoljuk, hogy a 21. században talán a legnagyobb kincs és érték az az információ, és a diákoknak pedig szeretnénk megmutatni, megtanítani nekik, hogy ezekkel a lehetőségekkel éljenek, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy hatalmas összegeket kapnak a kutatásaikhoz, hanem hogy olyan kapcsolatok, baráti társaságok alakulnak ki, akik segítik a szakmaiságukat a jövőben. Nagyon fontos, hogy keresztény elveken alapuló becsületes kutatások zajlanak, tehát a plagizációt elkerülve. Nagyon sok oktatásmódszertani, kutatásmódszertani előadást is hallgattak, nem csak elméletben, hanem ma is például gyakorlati foglalkozások zajlanak, hogy hogyan kell megírni egy TDK dolgozatot, hogyan kell előadást tartani, hiszen nagyon soknak nagy tudása van, viszont kommunikálni, előadni azt a tudást, amivel rendelkeznek, már nehezebben megy. Ehhez is kaptak ötleteket, hogy mire kell koncentrálni, mit kell kihagyni, mire kell odafigyelni az előadások során. Mi úgy gondoljuk, hogy a jövő csak tehetségekkel épülhet, ezért mindent meg fogunk annak érdekében tenni, hogy lehetőségeket biztosítsunk és ismereteket a kárpátaljai magyar fiatalok számára. 30 órás képzés során a 6 hónapon keresztül, tehát minden hónapban egy alkalommal valósult meg, ez idáig összesen 200 fő vett részt, hiszen minden egyes részére más hallgatói kontingens volt, kinek mi volt az érdeklődési köre, vagy éppen ki mi iránt érdeklődött. A legmagasabb létszám az 61 fő volt a képzésen, tehát körülbelül 60-61 fő az, aki állandóan részt vesz a programokon, de mivel változatos a programkínálat, összességében 200 fő érdeklődő volt a 30 óra során. Nagyon sok új fiatal kutatónk van, mert már úgy tanítjuk, készítjük őket a főiskola egyetemi éveik alatt, hogy értelmiségiekké váljanak, tehát nem csak oktatók, pedagógusok, ami persze nagyon fontos, és ez az alap, hanem nagyon sok kutató van közt. Ez bizonyítja az is, hogy egyre nagyobb számban vesznek részt a fiatalok és a kollégák is az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, így például 2019 tavaszán Kárpátaljáról 64 fő képviseltette magát ezen a nagyon színvonalas, névos, mondhatnám, hogy a tudományosság krémje konferencián. Előadóként, megfigyelő tanárként, megfigyelő hallgatóként, oponensként, zsűritagként, és ez már úgy gondolom, hogy magáért beszél, hiszen 8 szekcióban vettek részt, és 3 diákunk helyezést is ért el, 2. helyezést és 2 harmadik helyezést hoztunk haza a konferenciákról, amit én nagy sikernek könyvelek el, másrészt viszont a főiskola végzősei, fiataljaink bizonyítják a világban, hogy hely tudnak állni, díjakat kapnak, elismeréseket kapnak, olyan kutatásokat tesznek az asztalra, amit felhasználnak más kutatók is, és azt gondolom tehát mindenképpen, hogy az elmúlt években nagyon nagy pozitív változáson ment keresztül az ifjúság kinevelése, a kutatók kinevelése Kárpátalján.